Szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit. Önök a Keresztút adását követik. Nagy öröm számomra, hogy a mai alkalommal is Istennek igéjét hallgathatjuk meg. Ma este Faragó József lelkipásztor az irgalmas samaritánus példázatát fogja feltárni. A ma esti példázat komoly kérdést vet fel számunkra. Ki az igazi felebarát? Kérem, kövessék figyelemmel az adást, és találjuk meg az igeszolgálat során a választ.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez újabb alkalom, amikor tovább tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Az Úr Jézus segítségével ma Jézus Krisztusnak egy példázatával szeretnék foglalkozni, talán Jézus példázatai közül az egyik legismertebb példázat, vagyis az ismert példázatok közé tartozik az irgalmas samaritánusról szóló példázat. Sok évig olvastam, és minél többet olvastam ezt a példázatot, annál inkább megértettem az üzenetet, amelyet Jézus Krisztus akar közvetíteni, közölni velünk. A példázat hátterével szeretnék először foglalkozni. Ez egy megtörtént dolog. Mi példázatnak nevezzük, azonban ez egy megtörtént esemény. Valóban egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, és az történt vele, amit a Jézus Krisztus ez alkalommal elmond. Hol mondta el Jézus Krisztus ezt a történetet, vagyis továbbiakban én is példázatot fogok használni? Jeruzsálemben. Jeruzsálem lakói jól ismerték ezt a példázatot, ezt a történetet, és Jézus mégis elmondta nekik. Ott volt a hallgatók között a pap és a lévita, és Jézus mégis elmondta a hallgatóinak. Ez az ok késztet engem is arra, hogy ma Isten segítségével próbáljuk elmélyíteni és meglátni a tanítást és a tanúságokat ebben a példázatban, vagyis ebben a történetben. A bevezetőt először olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának a 10. részéből, a 25-től a 29-ig terjedő verseket. És íme egy törvénytudó felkele, kísértvén őt is mondá: Mester, mit cselekedjem, hogy örök életet versem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mint van megírva, mint olvasod. Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a vele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedj és élsz. Látjuk világosan, hogy ez a történet, amit Jézus elmondott példázatként, vagyis példaként, úgy születik meg, hogy egy kísértéssel Jézushoz forduló törvénytudó feltesz neki egy kérdést, és azt kérdezi: mit kell cselekednem, hogy örök életet vehessem? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés érdekel mindannyiunkat. Mit kell nekünk cselekednünk, hogy örök élet részesei legyünk? Zsidók között állandó vita volt, hogy kikinek a fele barátja. Egy papnak csak pap lehetett a fele barátja. Egy írástudónak írástudó. Semmiképpen sem lehetett egy írástudónak egy közönséges írástudatlan ember a barátja. Ez egy örök vita volt, vagy pedig fele barátja. És ebből fakad, hogy ki az én fele barátom, Jézus elmondja a történetet példázatként, egybe elolvasom, és utána szeretném részeire bontani. Olvasom a 30. verstől egész a 37. versig. Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmennének és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki azt látva, a szerencsétlenül járt embert elkerülte. Hasonlóképpen pedig lévita is, mikor arra a helyre ment, azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor látta, könyörületességre indult, és hozzájárulván beköti annak sebeit, olajat és bort töltve azokba,
és azt felhelyezte az ő tulajdon barmára vivi a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli neki. Másnap pedig elmenvén két pénzt vett ki, adta a gazdának, és azt mondta, viselj gondot róla, és valamint ezen felül ráköltesz, én amikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is ekképpen cselekedjél. Először ezt a példázatot szeretném a befejező szavakkal kezdeni, vagyis átgondolni. Jézus Krisztus felteszi a kérdést, hogy a három ember közül, aki segíthetett volna a fele barátnak, segíthetett volna a szerencsétlenül jártnak, annak ki volt a három személy közül a fele barátja. Mindannyiunk számára közismert definíció az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez a definíció azt határozza meg, hogy az a fele barátunk, aki segítségre szorul. Jézus Krisztus itt a fele barátnak egy újabb definícióját állítja elénk, és azt mondja, hogy a három ember közül, aki segíthetett volna a szerencsétlenül jártnak, ki a fele barátja. Ami figyelemre méltó, a zsidók és a samaritánusok látni nem bírták egymást. Például Galilea Palesztinának északi részén van, középen van Samária, délen Júdea, és amikor a Galileából a zsidók mentek Jeruzsálembe az esztendős ünnepre vagy más céllal, akkor sohasem mentek Samárián keresztül, nehogy találkozzanak velük. Itt pedig azt látjuk, hogy a samaritánus volt kész, aki segített. De mielőtt belekezdenénk fejtegetni ezt a példázatot, először szeretném fizikai értelemben átgondolni, vagyis több szinten átgondolni. Az első szint fizikai szint. Jeruzsálem több mint 700 méterrel tengerszint fölött van, Jerikó pedig majdnem 400 méterre a tengerszint alatt. Ami azt jelenti, hogy kereken szólva, mint egy 1000 méter szintkülönbség van Jerikó és Jeruzsálem, vagy Jeruzsálem és Jerikó között. A távolság megint kikerekítve 30 kilométer, ami azt jelenti, hogy minden kilométeren majdnem 30 méterrel esik a terep, és amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, akkor ott van egy szó, lefelé ment. És az úton történt, ami történt, tehát a szintkülönbség megvan, és ezt a szintkülönbséget magyarázza Jézus Krisztus lelki téren is. Ez a második szint, amiről szeretnék szólni, az pedig miért mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot, ezt a történetet, amit különben is Jeruzsálem lakói tudták. Lehet, hogy önök is gondolják, miért gondolkodni, miért beszélni erről a példázatról, mikor a keresztény ember világszerte ismeri ezt a történetet. Elmondom, hogy miért. Az első kérdés az, hogy miről szól ez a példázat. Ez a példázat három dologról szól. A bűnesetről, Jézus első eljöveteléről, és Jézus Krisztus második eljöveteléről. Lehet, hogy kedves hallgatók gondolják, hogy hol lehet megtalálni ebben a példázatban a bűnesetet, Jézus első és második eljövetelét. Lépjünk, lépésről lépésre induljunk el. Azt olvastuk, hogy egy ember Jeruzsálemből ment alá, ment lefelé, ment Jerikóba. Mit jelentett a zsidók számára Jeruzsálem? Jeruzsálem az Isten jelenléte.
a jeruzsálemi templomban, amik hűségesek voltak a zsidók Istenhez, a templomban ott volt a Sekina, az a bizonyos fény, ami jelezte Isten jelenlétét. És Isten jelenlétéből indul el ez az ember, a zsidók számára Jerikó a világot jelképezte. És a bűnös életmódot, és Jézus Krisztus ezt a zsidó gondolkodást használta ki. Hogy szól itt a bűneset? Milyen köze van a bűnesetnek ehhez? Először is azt olvastuk az igében, hogy az ember, aki ment alá, rabló kezébe esett. Mivel Krisztus példázataiban majdnem minden jelkép és jelképez valamit, ezért, ahogy Jeruzsálem az Isten jelenlétét jelképezte, az ember őszüleinket jelképezte, a rabló pedig Sátánt jelképezte. Amikor Sátánnak sikerült Ádámot és Évát bűnre csábítani, megfosztotta őket mindentől, amitől meg tudta fosztani. Én csak néhány dolgot említek. Amíg Istenhez hűek voltak őszüleink, személyesen beszéltek a mindenhatóval, ettek az élet fájáról, Isten dicsruhába öltöztette őket, és amikor ehettek az életfájáról, dicsruhába öltöztette őket, személyesen beszélgethettek Istennel, és édeni otthonuk volt. Mindezt egyből elveszítették. Sátán mindentől megfosztott, és ami különös a történetben, hogy ezek a rablók, amikor kifosztották a szerencsétlenül járt embert, akkor mindentől megfosztva ott hagyták félholtan az útszélen. Ez így van a lelki életben is. Sátán nagyon bölcsen tudja édesgetni a bűnt előttünk, addig, amíg el nem követjük. Amikor sikerült bennünket bűnre csábítani, akkor ott hagy, vagy még hagy egy nagyítót, és azt mondja, nézd meg, te akkora bűnt követtél el, hogy számodra többé nincsen semmilyen remény, semmilyen vigasztalás. Itt látjuk tehát a bűnesetet. Azt olvastuk a történetben, hogy ezen az úton elment a pap és a lévita is. Itt találkozunk egy nagyon komoly tanítással, hogy a pap és a lévita megnézte az embert, a szerencsétlenül jártat, elkerülte és tovább folytatta útját, mintha mi sem történt volna. Mit tár ez elénk? A pap is, meg a lévita is szolgálatot teljesített a jeruzsálemi templomban. Pap és a lévita is ismerte a mózesi rendeléseket. Mózes könyvében pedig azt a rendelést találjuk, hogy ha rátalálsz ellenséged eltévedt juhára vagy szamarára, akkor vezesd vissza. A másik rendelkezés, ha ellenséged szamara teher alatt fekszik, old le azt a terhet, szabadíts ki az ellenségednek a szamarát. Legalább az állatra vonatkozó rendelkezést véghez vitte-e, megvalósította-e, akár a pap, akár a lévita. Sem az egyik, sem a másik nem teljesítette, nem valósította meg. A másik komoly tanúság pedig az, sokszor úgy vagyunk, hogy nem akarunk vétkezni, és azért imádkozunk, hogy Istenem segíts meg, hogy legyen erőnk ellenállni Sátán minden kísértésének ezen a napon, azonban nem csak azzal vétkezünk, ha valami rosszat teszünk. Még egy bűn meghatározás van, az pedig a következőképpen hangzik a Bibliában, Jakab levelében, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Pap is, meg a lévita is tudta, hogy mit kellene cselekedni ezzel a honfitársukkal, ezzel a zsidóval, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment alá,
azonban nem tették meg. Ezért élezem a történetet, vétkezette pap is, meg a lévita is azzal, hogy nem segített fele barátjának. Igen. A történetet tovább fűzve a második részt szeretném említeni. Azt olvastuk az igében, hogy azon az úton ment egy samaritánus. Ki volt a szerencsétlenül járt ember, milyen nemzetiségű zsidó? És ki segített rajta? Az, akit a zsidók megvetettek. Azonban figyelemre méltó, hogy könnyebben fűzzük tovább a gondolat menetét. János Evangélium a 8. részében egyik helyen ezt olvassuk, hogy a zsidók Jézus Krisztus nevezték samaritánusnak. Tudjuk, hogy te samaritánus vagy, idézem szó szerint az evangélium szavait, és ördög van benned. Ha tudjuk azt, hogy a samaritánus Jézus Krisztust jelképezi, akkor sokkal könnyebben és többet értjük, és többet mond számunkra ez a történet szakasz, vagyis ez a példázat, mert a samaritánus Jézus Krisztust jelképezi. És így olvastuk az igében, hogy egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol ez a zsidó ember volt, és amikor látta, könyörülségre indult, és hozzájárult bekötözvén azoknak sebeit, olajat is bort töltve bele. Amikor én megértettem azt, hogy a samaritánus Jézus Krisztust jelképezi, akkor teljesen új változatot, új fényt kapott számomra ez a példázat és ez a történet szakasz. Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy könyörletességre indult, bekötözte sebeit, és olajat és bort töltött abba. Mit jelent ez? Jézus Krisztus első eljövetelekor azért jött el, hogy meghaljon bűneinkért, lehetővé tegye mindenki számára a bűnöknek a bocsánatát és a bűntől való szabadulást. Mit jelképeztek a sebek? A bűn okozta sebek. A bűnök okozta sebeket semmi nem tudja meggyógyítani Jézus Krisztus vérén és a Szentlélek segítsége nélkül. Miért? Azért, mert az olaj, amiről itt Jézus szól, az olaj a Szent Lelket jelenti. A bor pedig Jézus Krisztus vérét jelenti. Mi az, ami lemosha és lemoshatja rólunk a mi bűneinket Jézus Krisztus vérén kívül? Semmi más. És ami különös itt, hogy Jézus Krisztus megáll az úton, és teszi azt, amit tesz, tehát a Jézus Krisztus golgotai áldozata folytán lehetővé tette minden embernek, nekünk is, hogy bűnbocsánatot nyerjünk tőle, ha megvalljuk és elhagyjuk bűneinket, és a Szentlélek segítségével győzedelmes életet éljünk. Jézus Krisztus első eljövetelekor ezt tette meg, és ez jelenti azt. Azonban, ha tovább megyünk, és tovább vizsgálgatjuk ezt a dolgot, akkor azt találjuk feljegyezve, hogy miután megkezelte a bűn okozta sebeket, a saját barmára tette. Mielőtt ezt a gondolatot fűzném tovább, még egy dologra szeretnék kitérni. Nem tudom, mit tett volna a zsidó, ha samaritánus feküdt volna ott félholtan. Lehet, hogy azt tette volna, mint amit a zsidók tettek Jézussal. Kedves nézők, higgyék el, hogy hosszú évtizedeken keresztül kutatom a Szentírást, és sok mindent még nem értek, de azt sem tudom megérteni, hogy feszíthették meg a zsidók Jézus Krisztus, mikor tudták, hogy
A bűnbocsánatot csak ő hozhatja meg számukra. De át szeretném ültetni ezt keresztény viszonylatban is. Hogy lehet az, hogy a keresztény ember szidalmazza azt, aki értünk meghalt, tehát Jézust? Amikor a hadsereget szolgáltam másfél éven keresztül, az utolsó két hónapban a katonák divattá tették azt, nem sorolták fel, hogy mi mindent szidalmaznak, hanem azt mondták, hogy szidják Jézus vérét. A másik jelszavuk az lett, szidták Jézus keresztjét. Nekem olyan fájó volt hallgatni. Sokszor mondtam bajtársaimnak, miért kell Jézus vérét szidalmazni, azt a vért, amely bűneink bocsánatáért folyt a Golgotai kereszten. Nem tudtak válaszolni. Miért szidjátok Jézus keresztjét, ahol meghalt értünk? Arra sem tudtak válaszolni. Azonban nézve tovább a történetet, nagyon figyelemre méltó az, amit tesz Jézus Krisztus. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus bekötözte a szerencsétlenül járt sebeit, Szentlélek segítségével és a vérével gyógyítgatta, és utána a saját barmára, saját szamarára helyezte, arra a szamárra, amelyen addig Jézus ült, most Jézus a bűnbeteg embert, aki már gyógyul a bűnbetegségéből, azt helyezi a szamárnak a hátára. Sokszor gondolkodtam, miért nem szólalt meg a szamár, hisz a Bibliában Bálám esetében olvassuk, hogy a szamár is tudott emberi nyelven beszélni. Miért nem mondta a szamár Jézusnak, hogy tudod mit, gazdám? Én úgy egyeztem meg veled, hogy én csak téged vagyok hajlandó vinni. Ezt a bűnös embert, akit a sátán kifosztott, félholtra vert, ezt én nem vagyok hajlandó vinni. Miért volt hajlandó vinni a szamár ezt a bűnbeteg embert? Láttam egy rézkarcot nagyon régen, le van karcba foglalva a szamár, rajta a szerencsétlenül járt ember, Jézus Krisztus pedig megy a szamár mellett, és az embernek a keze rajta van Jézus vállán, és így mennek hároman együtt. Nekem olyan különös volt ez a kép, soha se fogom elfelejteni, hogy mennek együtt hároman. Újból felvetem a kérdést, miért nem zúgolódott a szamár, hogy én nem vagyok hajlandó vinni ezt a terhet, ezt a bűnös embert. Két dologra szeretném felhívni kedves nézők figyelmét. A Bibliában ezt a tanácsot kapjuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mikor jelent legtöbbet a segítség, amikor bajban vagyunk? Itt Jézus Krisztus segített a betegen, felthelyezte a tulajdon barmára, és azért nem zúgolódott a szamár, mert megtanulta addig, ameddig oda nem értek a szerencsétlenül járt emberhez, addig a szamár Jézus Krisztust hordozta. Most nem csak fizikai értelemben szeretném fűzni a gondolatmenetét, hanem lelkileg is szemlélni a dolgot, ha mi megtanuljuk Jézus Krisztus lelkületét, és Jézus Krisztus lelkületével megtanulunk élni, ha úgy szeretjük az embereket, embertársainkat, mint ahogy Jézus szeret bennünket, akkor készek leszünk segíteni embertársainknak. És ez az igazi keresztény élet. A keresztény élet nem abból áll, hogy elmegyek hetente, és egy óra hosszát vagy két óra hosszát eltöltök az Isten házában, és utána kimegyek és élem az én magam hétköznapi életét, senki sem tudja rólam, hogy én Krisztus követője vagyok. Egyszer egy lelkész
az prédikációjában felvetett egy kérdést. Kedves testvérek, feltette, szólította meg a jelenlevő hívő embereket a templomban. Kedves testvérek, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mikor kezdődik az igazi Isten tisztelet. Amikor bejövünk az imaházba vagy templomba, imádkozunk, elénekeljük a kezdőéneket, megint imára borul a közösség, meghallgatjátok a prédikációt, utána megint énekkel és imával befejeződik az Isten tisztelet. Mikor kezdődik az igazi Isten tisztelet? Különböző válaszokat kapott. Lehet, hogy önök is különböző választ adnának nekem, ha volna lehetőség kommunikálni. Azonban ami figyelemre méltó, a lelkész azt mondta, az igazi Isten tisztelet akkor kezdődik, amikor elénekeljük az utolsó éneket, imádkozunk, és kifelé átlépjük az imaház vagy a templom küszöbét. És miért akkor kezdődik az igazi Isten tisztelet? Azért, mert a hétköznapi életben látszik meg az, hogy mit tanultunk meg egy Isten tiszteleten, és a hétköznapi életünkben, amikor egyik erről szólít meg, vagy erről sért meg, a másik másik oldalról szól hozzánk sértő szavakat, akkor látszik meg, hogy mi milyen keresztények vagyunk. Így látjuk ezt a történetet is. Azonban itt még nincs vége a történetnek, azt olvassuk, hogy elvitte a vendégfogadó házhoz. Mit jelképezhet a vendégfogadó ház? A vendégfogadó ház az imaház, az imádságháza, ahová istenfélő emberek jönnek el. Jézus Krisztusról itt azt olvassuk, hogy elvitte a vendégfogadó házhoz, és egész éjszaka gondját viselte. Mit jelent ez, hogy egész éjszaka? Azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Milyen sötétség borítja az egész földet, és milyen sötétség és éjszaka borítja az egész világot, a bűn éjszakája és a bűn sötétségével. És itt Jézus Krisztus a példázatnak ebben a szakaszában azt árja elénk, hogy Jézus Krisztus egész földi életünkben gondot viselt, hiszem, hogy ez mindannyiunk tapasztalata, és gondot fog viselni mindaddig, amíg vissza nem jön, vagy míg élünk ezen a földön. Azonban az a különös, hogy a vendégfogadó, a tulajdonos, az vajon kit jelképez? A tulajdonos, a vendégfogadó ház tulajdonosa jelképezheti a prédikátort, a lelkészt, a presbitert, vagy bármilyen vezetőt az egyházban, és azt olvastuk, hogy mikor reggel lett, akkor Jézus Krisztus kivett két pénzt, és azt mondta, hogy amikor, ha ettől többet ráköltesz, amikor visszatérek, visszajövök, akkor megadom néked. Itt beszél, itt ígéri meg Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelét. Mit jelent gyakorlatilag Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Azt, hogy a két pénz jelképezi az Új és az Új Szövetségi Szentírást, tehát a teljes igazságot az egész Szentírásban találjuk meg, és az egész Szentírást kell tanítani minden emberrel, és a hűséges tanításért, és a hűséges Jézus Krisztus követésért a jutalmat az ő dicsőséges második eljövetelekor kapjuk majd meg, részesülünk benne. Amikor ezt a történetet átgondoltuk így röviden, akkor próbáljuk végiggondolni harmadik szinten is, és kezdjük újból előről. Számos személy, és ott van az állat is, van említve. Ott van az ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment alá.
ott van az ellenség, a rablók, ott van a pap, ott van a lévita, ott van a vendég, szamaritánus, ott van a vendégfogadó, és ott van a szamár. Összesen 7 szereplőt említ Jézus Krisztus ebben a történetben. Melyik szereplő helyét szeretnénk betölteni további életünkben? Az elsőt mindjárt említem, mindannyian betöltjük a szerencsétlenül járt ember szerepét. Miért? Mert mindannyian Ádám leszármazottai vagyunk, és mindannyian bűnben született emberek vagyunk. Ne haragudjanak meg rám, kedves nézők, hogy ennyire közvetlen módon fejtegetem az ígét, de szeretném az ígének tanítását egyértelművé és világossá tenni. Vajon betölthetem-e én, mint keresztény ember, vagy mi, mint keresztény emberek, önök is és én is, betölthetjük-e a rablóknak a szerepét? Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy nem, szóba se jöhet, én a rablók szerepét betöltsem. De hozok egy példát. Volt-e már az életünkben olyan, hogy valakiről a háta mögött rosszat mondtunk? És amikor a mi rossz kijelentésünk fülébe jutott annak, akiről mondtak, akkor az hogyan érintette azt az embert? Sajnos néha-néha betölthetjük, nem kell, és jó, ha nem tesszük, de néha-néha betölthetjük azt is, annak a szerepét, aki kifosztotta a szerencsétlenül járt embert, mert hogyha rosszat mondunk a másik embernek háta mögött róla, akkor betöltöttük ezt a szerepet. De ott van a pap és a lévita. Betölthetjük-e a pap és a lévita szerepét néha, legalább néha napján? Én úgy gondolom, ha tiszta lelkiismerettel és becsülettel szóljuk és fejtegetjük saját életünket, akkor el kell mondanunk, hogy volt már az életünkben olyan élethelyzet, amikor tudtuk volna, hogy mit kell tenni, de úgy gondoltuk, ez nem rám tartozó ügy, ezt majd elintézi a másik vagy a harmadik, és mi tovább mentünk. Hát tehát ránk is vonatkozik, épp úgy, mint a papra és a lévitára, meg minden keresztény emberre, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Betölthetjük tehát ezt a szerepet is. Azonban betölthetjük-e a samaritánus, vagyis Jézus szerepét? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert azt olvassuk Korintusi levélben, Krisztusért járva, tehát tövességben, mintha Isten kérne általunk benneteket, béküljetek meg az Istennel. Az evangélium hirdetését Isten nem angyalokra bízta, az evangéliumot nem írta fel az égre minden nyelven, hanem az evangélium hirdetését ránk, emberekre bízta. Sokszor gondolkodtam azon, hogy miért bízta Isten ránk, emberekre az evangélium hirdetését. Nem könnyebben fogadnák az emberek az örök üzenetet, ha angyalok hirdetnék? Vagy ha Jézus Krisztus isteni dicsőségben megjelenne, és ő mondaná meg nekünk azt, hogy ezen és ezen az úton kell járnunk, és úgy jutunk Isten országába? Nem. Miért bízta ránk emberekre? Hadd hozzak a Bibliából egy ide vonatkozó ígét, aki mást felüdít, maga is felüdül. Mit jelent ez, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül? Amíg mi bátorítjuk másokat. A bátorodás és a bátorítás visszahat ránk is. Szeretnék a Bibliából egy nagyon egyszerű történetet hozni. Jézus Krisztus harmadszor jelenik meg a tanítványoknak, ott találjuk János evangélium a 21. részében a 15-től a 17-ig terjedő verseket,
Jézus Krisztus neki szegezi Péternek a kérdést, hogy te engemet agapé, isteni, önzetlen szeretettel szeretsz. Péter akkor már megtért ember volt, és Péter azt mondja, hogy Mester, te tudod, hogy én csak haragvó emberi szeretettel szeretlek téged. És háromszor felteszi a kérdést, és mind a háromszor Péter azt mondja, én téged csak emberi szeretettel szeretlek. Én mi számomra meglepő, mind a három kérdés után, amikor Péter elmondta, hogy én téged, Mesterem, csak emberi szeretettel szeretlek, Jézus egy dolgot bízott rája. Menj és legeltesd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat. Miért bízta az evangélium hirdetését Péterre, amikor Péter akkor még Jézust emberi szeretettel szerette? Azért, mert az evangélium hirdetése által jellemünk formálódik. Isten általunk áldást kínál embertársainknak. Azért vállaltam ezt az előadást is, mert szeretnék én is ugyanúgy áldásban részesülni az ige által, mint ahogy önök is, akik néznek és hallgatják ezt az okfejtést. Itt látjuk azt, hogy ugyanez a Péter, aki emberi szeretettel szerette feltámadása után Jézust, amikor halálra ítélték, akkor már eljutott az önzetlen szeretet szintjére, és azt mondta azoknak, akik felfeszítették, hogy én nem vagyok méltó, hogy úgy legyek felfeszítve, mint Jézus, hanem fejjel lefelé. Eljutott az önzetlen szeretet szintjére. Tovább fűzve a gondolat menetét, szeretnék még gondolkodni a példázaton. A következő, akin meg van említve, a szamár. Meg van említve a vendégfogadó, akinek az evangéliumot kell hirdetni. De kedves nézők, én a szamárnál időznék egy kicsit. Amikor életemben először megértettem ezt, amiről most beszélek önöknek, én úgy határoztam, hogy én a szamár szerepét szeretném betölteni. Miért éppen a szamár szerepét? Azért, mert az Krisztust hordozta. Szeretném, amíg élek, Krisztus hordozó ember lenni mások számára. De ugyanakkor, Isten segítségével szeretném embertársaim terhét is viselni, hogy őket is célba vezessem. Azért is vettem ezt a példázatot ma, hogy közösen együtt gondoljuk át, hogy mindannyian Isten kegyelméből hűséges gyermekei legyünk a mindenhatónak, hogy betöltsük küldetésünket, betöltsük azt a megbízást, amit Isten reánk bízott. 60 éve lelkész vagyok. Sokan kérdezik, ha még egyszer fiatal lehetnék, vállalnám a lelkészi szolgálatot. Az én válaszom az, hogy igen. Nincs szebb, nincs áldottabb, és nincs nehezebb munka a földön az igazi lelkészi szolgálatnál. De azért érdemes lelkészi szolgálatot végezni, mert amíg én bátorítom embertársaimat, én magam is bátorodok. És amikor látom azt, hogy milyen változás történik emberek szívében, akik hallgatják az evangéliumot, hogyan szabadulnak meg a Krisztus iránti szeretet és a Szentlélek munkája által, hogyan szabadulnak meg bűneikből, rossz szokásaikból, akkor azt mondom, hogy megéri élni. Kedves nézők, ne felejtsük el a samaritánus Jézus Krisztus. Ő lehajol önökhöz is, lehajol hozzám is, és lehajol minden emberhez. És befejezésül ebben a történetben
én még egy tanúságot találtam, és azt szeretném elmondani. Biztos volt az önök és az én életemben is olyan helyzet, olyan levertek voltunk, hogy azt gondoltuk, hogy már Isten is elhagyott. Ebben a példázatban Jézus azt mondja el, hogy ha mindenki elmegy melletted, nem törődik senki se veled, és úgy érzed, hogy már mindenki elhagyott és hátat fordított, akkor ott van a történetben. Ne felejtsük el azt, hogy Jézus Krisztus elhalad mellettünk az úton, és megáll, és segítségünkre siet. Isten segítsen meg, hogy mindezt megtapasztaljuk az életünkben, az ő kegyelme által. Amen. Köszönjük Faragó József lelkipásztornak az igei üzenetet. Köszönjük, hogy ennyire érthetően átadta számunkra az irgalmas samaritánus példázatának történetét. Valójában az emberi család a rabló kezébe esett ember, akit megvertek, és való igaz, hogy csak az Úr Jézus segíthet rajtunk. Ő volt az, aki első eljövetele alkalmával bekötözte sebeinket, lemosta vérével bűneinket, és győzelemre vezetett. Visszatérésének ígérete pedig az ő második eljövetelére utal. Ez a történet arról szól, hogy Jézus Krisztus nap mint nap jobb kezét nyújtja a mi számunkra. Szeretne felemelni a bűnnek mocsarából. Nyújtjuk hát mi is válaszul kezeinket az ő irányába. Ragadjuk meg az ő kezét, és fogadjuk el segítségét, gyógyító erejét. Amen.